2021 karácsonyán az Orvosok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért nevű szervezet négy alapító tagja, dr. Tamasi József belgyógyász, dr. Lenkei Gábor belgyógyász, dr. Gődény György gyógyszerész és dr. Pócs Alfréd sebész kerekasztal beszélgetést tartott. Az arról készült videófelvétel alapján mind a négy személy által elmondottakról külön-külön monológszerű rövidített változatot készítettem. Kérem, ezúttal hallgassák meg dr. Lenkei Gábor nyilatkozatát. Az egyik szépsége ennek az egész borzalomnak, ami a koronavírus járványt jellemzi, hogy összehozza az embereket. Így találkoztunk mi is négyen, és így kötöttünk szövetséget. Különböző vallással, különböző világnézettel rendelkező emberek, akikben van egy közös, az emberi szabadságjogok tisztelete, és az, hogy bármit hajlandóak vagyunk megtenni, vagy feláldozni az emberi szabadságjogok megmentéséért és érvényesítéséért. És az eredeti szándék a koronavírus járvánnyal kapcsolatban az volt, hogy a klasszikus római parancs szerint divide et impera, hozd meg és uralkodj, hogy darabokra, egymással harcoló táborokra szaggassák szét a társadalmat. Ez eleinte úgy tűnt, hogy működik, szemben álló csoportok jöttek létre, de a dolog elkezd a visszájára fordulni, és például az Amerikai Egyesült Államokban a szenátus republikánus tagjai a segítségükre siető demokrata szenátorokkal szövetkezve elvetették Joe Biden amerikai elnök kötelező oltásra vonatkozó rendelkezését. Sőt, már van olyan demokrata kormányzó, Colorado kormányzója, aki bejelentette, hogy teljesen értelmetlennek látja a korlátozások további fenntartását, mert az élet nem lesz tőle jobb. Azt mondta, hogy mindenki megkapta a lehetőséget arra, hogy beoltassa magát, nincs értelme a dolgot tovább kényszeríteni. Ha valaki az oltás hiányában megbetegedne, az vessen magára. A koronavírus járványt ürügyként felhasználó hisztériakeltés kapcsán olyan bűnöket követtek el az emberiséggel szemben, amelyeknek soha többé nem szabad megismétlődniük. És én azt látom, hogy a koronavírus terror elkezd a fordulópontjához érni, minél kegyetlenebből csinálják, annál több ember kap a fejéhez, annál többen ébrednek fel. És azt látom, hogy nő az érdeklődés az igazság iránt, és azt látom, hogy előbb vagy utóbb, nyilvánvalóan a felébredés tempójától függő időtartamon belül, de ez az egész hisztéria, ez az egész hazugság áradat meg fog bukni. Ahogy azt Pócs Alfréd barátom mondta egyszer nagyon bölcsen az egyik felvételem kapcsán, amikor valakik hazugságra építik a stratégiájukat, akkor egyre nagyobbat kell hazudniuk, és az egyre nagyobb hazugságok lavinája végül őket fogja betemetni. Koronavírus körüli hisztéria kapcsán volt valami, ami sajnos nagyon kevés figyelmet kapott, pedig talán az egyik legfontosabb tényező. A rendelkezésünkre álló tudás és a számunkra elérhető eszközök használatával meg lehetett volna előzni a megbetegedések túlnyomó többségét, és a halálesetek közel 100%-át. Én azt gondolom, hogy ha a megelőzés bizonyította a hatékony módszereit, ami kellő számú ember megismeri, az fel fogja gyorsítani a tanulatlanságra, tudatlanságra, megtéveszthetőségre és a túlzott jóhiszeműségre épülő elképesztő hazugság áradat összeomlását.
ma az emberiség nincs kiszolgáltatva a kórokozóknak nevezett mikroorganizmusoknak, és nincs kiszolgáltatva a járványoknak. Ez egy nagyon fontos üzenet, kérem szívleljék meg, és így örüljenek, ezzel a jó hírrel együtt örüljenek a karácsonynak. Nem tudom, hogy mi van a mai orvosi tankönyvekben, de annak idején, egy közel 40 évvel ezelőtt, amikor én tanultam közegészségtant, akkor még benne volt az, hogy minden ilyen őszi-téli influenzának nevezett felső légúti betegséget 6-8-10 féle egyidejűleg vagy egymást követően érkező vírusból álló keverék okoz. Kinél melyik, nem akarok idegen neveket mondani, ennek a vírus keveréknek minden évben időtlen idők óta része volt, és az idők végezetéig része lesz, egyik szereplőként a koronavírus. Mindig is volt, mindig is lesz, és vannak még egyéb vírusok, és ezeket nem különítették el, mert orvosilag, tünetileg, tapasztalatilag nagyon hasonlóak, és nincs igazán értelme. Erre szokták azt mondani, hogy terápia nélkül 7 napig tart, kezeléssel 1 hétig. Tehát ezek el szoktak múlni, hogyha az ember odafigyel, és az emberek nem foglalkoztak azzal, hogy mi a kórokozó, és most megpróbálják ezt a 6-8-10 féle kórokozót, mint csak Covid-ként feltüntetni. Amit látunk, akik betegek, most is ennek a vírus csoportnak valamelyik kórokozója okozza, ha az okozza ezt a betegséget, és ezek nem szűntek meg, csak a koronavírus speciális válfaja a Covid körül lett egy hatalmas hisztérikus felhajtás. Az emberek megértenik, hogy nem csak ez az egy vírus létezik, és most sem ez okozza, ahogyan te is elmondtad, akkor egy nagy megkönnyebbülésen mehetnének keresztül, mert megértenék, hogy ez ugyanaz, mint ami minden évben korábban is volt, csak most nagy körülötte a felhajtás. Írt nekem egy mérnökember egy nagyon kedves e-mailt, azt mondta, ő nagyon gyorsan tudná kezelni az egész koronavírus helyzetet, ki kellene kapcsolni az összes televíziót, rádiót, megszüntetni az újságokat, és az emberek néhány nap után észrevennék újra, hogy vannak szomszédaik, barátaik, és van élet. És nem csak a médiából rájuk dőlő szennyáradat létezik. Úgyhogy az egyik korábbi filmemben tavaly tavasszal javasoltam is, kapcsolják ki a televíziót, kapcsolják ki a rádiót, és béleljék ki a szemetes vödröt az újsággal. Én is így gondolom. Azt gondolom, hogy a koronavírus terror kiagyalói és gerjesztői már a vesztüket érzik, de ahogyan te is mondtad, a II. Világháború java időben a visszavonulásból állt. És azt is tudjuk, hogy a német csapatok a visszavonulás alatt sokkal többet pusztítottak, mint a támadás alatt. Sokkal nagyobb károkat okoztak. Én azt látom, hogy az az őrült működés, aminek tanúi vagyunk, egy ilyen féktelen pusztítás a visszavonulás során. Ne számítsunk arra, hogy nagyon rövid idő alatt vége lesz, mert rajtunk múlik, hogy mennyi idő alatt lesz ennek vége. De a karácsonyhoz a remény, a szeretet, a nyugalom illik. Akkor is, ha egy háború kellős közepén gyújtjuk meg a gyertyákat a karácsonyfán,